Beszélgetésünk előtt nem sokkal érkezett meg az Érdi Tankerületi Központból Virág Norbert iskola igazgató, a Piris Csabai Jókai Moráltaus iskola vezetője, és egy nagy zsák fertőtlenítőt hozott, de Ugye a gyerekek nem nagyon vannak, tehát online oktatás zajlik, bár itt éppen gyerekhangot is lehetett hallani, szóval mi most a helyzet az iskolában? Elkezdődött az online oktatás március 8-ával országszerte, tulajdonképpen erre számítottunk. Azt nem tudtuk, hogy pontosan mikor fog a dátum elérkezni, de számítottunk rá, hogy ez is be fog következni ebben a tanévben is, és mivel, hogy a múlt tanévben eléggé váratlanul és hirtelen ért minket ez a, az átállás, ez most annyira nem érződött ebben a tanévben, hisz nagyon-nagyon jó példákat, jó gyakorlatokat sikerült szereznünk az online oktatással kapcsolatban, illetve magunk is képítettük azokat a rendszereket, amelyekben a leghatékonyabban tudnak dolgozni a kollégák. Milyen programot vagy programokat használnak? A tavalyi tanévben a Classroom volt az egyik leghatékonyabb rendszer. Idén a tétán keresztül beüzemelték számunkra a DKT és óra lehetőségeket. Itt volt némi fennakadás, és a mai napig is vannak apró problémák, ezért én azt mondtam a kollégáimnak, hogy mindenki azt a fajta formát válaszza és használja, amelyeket a leghatékonyabban tudja. Úgyhogy mind a két formát használják a kollégák. Emellett még, még van, aki még messengeren is, mert vannak olyan gyerekek, akiknek elsősorban a telefonjuk adott, nem mindenki rendelkezik tablettel, számítógéppel. Tehát akinek csak az okos okostelefonja adott, azokat is mindenképpen megpróbáljuk elírni valamilyen úton, módon. Volt egyébként kérés, eszközigénylés, internet vonatkozásában a szülők részéről? Hát én úgy gondolom, hogy a családok is készültek erre, nem csak mi. Tavaly évben volt olyan, hogy internetes hozzáféréssel, illetve számlákkal kerestek minket meg szülők, amiben az önkormányzat segített. Tehát ők nyújtottak ebben az időszakban anyagi segítséget a családoknak. Idén senki nem kért segítséget. A tanárok mennyire álltak át rugalmasan, tehát mennyi nehézséget, vagy könnyebbséget jelent nekik ez a fajta oktatás. Sok helyről azt hallani, hogy sokkal nagyobb energia online oktatni, mint hagyományosan. Ez én szerintem is így van. Az online oktatás az sokkal több energiával jár, sokkal másképpen kell megfogalmaznunk az óráinkat, egészen másfajta óra terveket kell készítenünk, másképpen kell tartani a kapcsolatot, külön kell tartani a szülőkkel, a fenntartóval, az igazgatóval, tehát mindenkivel tartani kell a a kapcsolatot, és ez bizony itt az iskolán belül abszolút megoldott hatott volna, viszont hogyha az ember homofizma van, akkor bizony, ezt minden, minden kapcsolatot külön-külön kell fölvennie, és, és, és abban tájékoztatást kapnia, hogy nyernie. Tehát a dolog lényege az, hogy a kollégák számítottak rá, és éppen ezért már előkészültek a, tan a tanév kezdéstől, olyanfajta óraterveket készítettek, olyanfajta munkalapokat készítettek, amelyeket már előre gyártottak a gyerekeknek, hogy amikor eljön ez az időszak, akkor ezt fel tudják használni. Persze nem tudtuk, pontosan, hogy mikor jön ez az időszak el, ezért most majdnem egy egész évre kidolgoztak egy egy, egy anyagot a, a kollégák. Én azért örülök ennek, mert tényleg nem lehet tudni, itt nincsenek meghatározott időpontok. Felteszem, hogy a gyerek oldalról nézve legnehezebb a kicsiknek, az egészen kicsiknek, illetve a végzősöknek, nekik a továbbtanulásra való készülés miatt. Tudnak-e biztosítani, mint más intézményekben, oktatási intézményekben, személyes konzultációt rászorulóknak, az igénylőknek? Természetesen mindenképpen úgy tájékoztattuk a szülőket és a gyermekeket is, hogy akinek bármilyen olyan fajta kérdése, olyan fajta problémája van, amelyet meg kell beszélni a szakos tanárral, mindenképpen tudunk biztosítani erre lehetőséget. Nagy szerencsénk volt a kicsikkel kapcsolatban az, hogy márciusban következett be ez, a, ez az online oktatás, így már tulajdonképpen a, a betűket, a számokat is, tehát tulajdonképpen azokat a nagyon fontos elemeket, amelyek az első és második osztályban adott Hatnak. már elsajátították a gyerekek, tehát ezeknek a gyakoroltatása sem egyszerű, de ezt már sokkal gördülékenyebben tudják a családok vinni otthon. Hány végzősük van idén, és lesz -e nekik ballagás? Hogy készülnek? Hát az utolsó kis nyolcadik osztályunk van még felső tagozaton. Nyolc fővel fognak ballagni. Nagyon bízunk benne, hogy meg tudjuk tartani a ballagást. Egy azért, mert a létszám is olyan, amelyet én úgy gondolom, hogy tudunk tartani. De ha mégsem tehetjük, akkor természetesen online-ba fogjuk. De én nagyon-nagyon bízom benne, hogy, hogy ezt a pár gyermekünket ki fogjuk még ballagtatni az idén a hagyományos módon. Erre talán van is esély, de arra, hogy az új növendékek szülei megismerjék az iskolát, az talán még nem megy. Hogyan tudják nyílt nap népszerűsíteni az intézményt? Hát ez nekünk különösen nagy érvágás, mert mi kidolgoztunk egy hivogató sorozatot, mi már novembertől fogadjuk a, a szülőket, illetve a gyermekeket, és pont az volt a programunk lényege, hogy áprilisban, amikor az utolsót befejezzük, addig már egy összeszokott kis társaság jön itt nekünk össze, ugye a lendő elsősök vonatkozásában. Na most ez, ez sajnos ez most megszakadt, ez a láncolat. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy a szülők megértők, tehát mindenki tud úgy ezt a vészhelyzetet, mindenki érti ezt a megváltozott állapotot, úgyhogy semmi erőszakoskodás, semmi, hogy már is mindenképpen be akarok jönni, látni akkor A szülőket a honlapon keresztül tájékoztatjuk, illetve lehetőségem van a polgárújságban, hogy cikkeket jelentessek meg, amivel élek is, folyamatosan tájékoztatom a szülőket, illetve az elérhetőségeinken keresnek folyamatosan, főleg most, hogy nem sokára egy hónap múlva lesz a beiratkozás, tehát most nagyon intenzíven keresnek a szülők. Én ennek nagyon örülök egy, mert akkor már látom, hogy megint-megint jó megítélés alá került az iskolánk, és számíthatunk a gyermekekre, illetve nagyon okos és nagyon jó gondolatokat tudunk megbeszélni a szülőkkel, ami ebben a formában is most úgy látszik, hogy működik. Véletlenül hány tanuló lesz az iskolában a következő tanévtől? Növekvő tendenciát mutatunk, mert először 15 fő volt, utána 20 fő volt, a legutóbb 25 fő jelentkezett, és én nagyon bízom benne, hogy ennél a 25 főnél meg is állunk, mert a mi programunk egy ilyenfajta osztály létszámra terveződött.